5 új kamerával bővült a térfigyelőrendszer Tatabánya kertvárosban, a beruházás 11,5 millió forintba került, jelentette be a helyszínen Schmidt Csaba polgármester és Pataki Zoltánné a körzet önkormányzati képviselője. A kamerákat a Verebély László utca 4 és 28 számú épületen, a Szent György utca 34 és 53, valamint a Dr. Vitális István út 35 számú épületek mellett található közvilágítási oszlopokra szerelték fel. Pataki Zoltánné arra hívta fel a figyelmet, hogy ez az intézkedés a kertvárosi lakosok érdekeit szolgálja, hiszen a térfigyelőrendszer működtetésének célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása és a vagyon megóvása. A közbiztonság védelme kiemelt feladatom, illetve az itt élőket is megkérdeztük, és ők is nagyon fontos dolognak tartották ezt, a közértékek, illetve a tulajdon védelmét, és a bűncselekmények megelőzését, illetve a nagyon gyors felderítést is. Az új kertvárosi térfigyelőkamerákat és a Szent György út 41 szám alatti orvosi rendelőnél már meglévő analóg kamerákat is integrálták a megyei rendőrfőkapitányságról üzemeltethető térfigyelőrendszerbe. Ismertette Schmidt Csaba polgármester. A város számára minden olyan területen fontos a közbiztonság javítása, ahol az ott élők kérik. Felsőgallán is kérték, oda körzeti megbízott irodát szerveztünk. Kertvárosi lakótelepen élők is kérték, hogy szeretnék, hogyha nagyobb figyelem irányulna itt a közbiztonság a közlend fenntartása vonatkozásában. Nem is biztos, hogy mindig közbiztonság közlend. Tehát, hogy az utcákon lend legyen, mert szeretnének nyugodtan sétálni, beszélgetni, és hogyha őket nem zavarnák meg adott esetben olyan emberek, akik mondjuk elrontják a kedvünket, vagy félelemérzetet keltenek. És ebből adódóan ennek a kérésnek tettünk eleget, hiszen képviselő asszony tolmácsolta ezt a kérést, és mondta azt is, hogy ő azt javasolja, hogy a körzetre szánt fejlesztési forrásokat azt erre a feladatra fókuszáljuk, mert az itt élő emberek ezt tartják a legfontosabbnak, tehát hogyha van 11 millió forint a körzet fejlesztésére, akkor ezt erre költsük. És ennek megfelelően történt meg a fejlesztés, 5 darab kamera került kihelyezésre, amelyek 360 fokban látják be a teret, tehát több száz, akár méteres sugarú körben látnak ezek a kamerák, úgyhogy adott esetben az pontos időt is meg tudják mondani, nem azért, mert a számítógép nem tudja, hanem azért, mert mondjuk egy óráról is le tudják olvasni a pontos időt, olyan felbontású kameraképeket tudnak készíteni. Tehát én azt gondolom, hogy mindenki, aki ezen a közterületen bűncselekményt követ el, az számolhat azzal, hogy a rendőrség rövid időn belül el fogja fogni és elő fogja állítani, és ezért a bűncselekményért felelnie kell. Tehát én bízom benne, hogy ezentúl a kertvárosi lakótelep az egyik legbiztonságosabb része lesz a városnak. A kertvárosi térfigyelőhálózat kiépítése előtt tavaly a belvárosban építettek ki hasonló kamerarendszert.